Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Parlamenti Pillanatok című adásunkat látják. Köszöntöm vendégemet, Hajdú László országgyűlési képviselőt. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, köszöntöm én is a kedves nézőket. Kezdjük azzal, hogy egy agglomerációs politika, egy agglomerációs stratégiai megbeszélésre készül képviselő úr, ahol ön is föl fog szólalni. Mi lesz a téma, és miben fog majd a grénium előtt felszólalni? Valóban a új városházán, tehát a Váci utcában lévő városházán lesz egy olyan konferencia, amely a programok egyeztetése keretében éppen a budapesti agglomerációjának a programját fogja bemutatni. Több föl két hozzászóló van, és néhány hozzászóló pedig, hát mondjuk, ha nem is föl két, de biztatott hozzászóló, na, ilyen biztatott hozzászóló leszek én is, és azt követően sajtótájékoztató, ahol a polgármester asszonnyal, a kerület polgármesterével, Barkóczi Balázzsal és én egy sajtótájékoztatót tartunk, hiszen az agglomeráció kérdésének szinte minden részének elszenvedői vagy előnyt élvezői vagyunk, Rákospalota, Újpalota is, Pestúj helyként is, tehát a 15-et nagyon érintett az agglomerációban. Ez a igazán a mondandónk lényege is, hogy mit jelent Rákospalotának ez az agglomerációs közvetlen kötődés. Ha kicsit eltérhetnék, akkor annyit megemlítek, hogy 1950-ben még mi is agglomerációban voltunk, Rákospalota is és Pestújhely is, hiszen önálló nagyközség, illetve hát megyei jogú város volt Rákospalota. És 72 évvel ezelőtt ugye kijebb került az agglomeráció, és mi lettünk Budapest. De attól, hogy ez papíron meg lett húzva, hogy itt van Budapest határa jövőt illetően, nem oldódott meg az agglomerációs gond. Csak kijebb lett tolva, de az a konzerválódott itt Rákospalotán is és Pestújhelyen is. Abban az időben ugye 7 megyei jogú város és 16 nagyközséget kapcsoltak Budapesthez, és így lett 1,6 millió lakossa ennek a városnak. Ez kb. 600 ezer embernek az automatikus adatcsatolása. De ezzel a probléma is Budapesthez lesz csatolva. Rengeteg földút, csatorna nélküli utcák, nulla infrastruktúra szinte, egészségügyi ellátásban, rendelő intézetekben, sok minden olyanban, ami a világvárosi élethez nem elegendő, hogy lett 1,6 millió lakos, hanem annak az ellátásával sok zavarok voltak. Ennek az öröksége mind mai napig azért érezhető, tehát külvárosi szolgáltatásokat tudnak sok külső kerületében Budapestnek mai napig is 72 év után. Egy kicsit ez is kapcsolódás lesz, mert most az a változat állt be, hogy az agglomeráció települései majdnem fejlettebbek, mint a külső kerületek, akik a régi agglomerációs települések voltak, és ennek a megvitatására kerül sor, hogy egy külső kerület Budapesten lehetséges, hogy alacsonyabb infrastruktúrális ellátással bír, mint maga az agglomeráció. Ez részben az utóbbi 12 évnek is köszönhető, amikor is az agglomerációs települések szinte kapták halomra a pénzt, csak adjanak be valami gondolatot, addig a külső kerületekben szinte alig érkezett pénz. Van egy ilyen fölmérés, ezt egyébként statisztikai hivatal adta ki, hogy az elmúlt 12 évben olyan, mint hogy önkormányzati fejlesztés, 3% fejlesztés kapott Budapest a 12 év alatt, 38%-ot kapott a közvetlen agglomerációja fejlesztést. Ebbe beleértendő az uniós pénzek is, és a kormány által adott költségvetési pénzek is. És a többi ment a vidéki településekre. Tehát ilyen szempontból nagyobb ütembe fejlődik majdnem az agglomeráció, mint maga a főváros, és ez az anomália, ez lesz az egyik vita téma, úgy gondolom, ezen a konferencián. Mik a legégetőbb problémák? Ha az ember belegondol, akkor valószínűleg a közlekedés jut legelőször eszébe a főváros és az agglomeráció között. Ezzel mi a helyzet? Úgy van, és ez a kérdés a legaktuálisabb. Lényegét tekintve a közlekedés, hát úgy gondolom, hogy kötött pályás útvonalra kellene, hogy terelve legyen,
mondjuk a vasútra, a hévre, esetleg a autóbusz közlekedése, mondjuk könnyed kimérő autóbuszokkal, de pillanatnyilag fordított a helyzet. Jelenleg személygépkocsival, pöfögő autókkal járnak a legtöbben ki és be az agglomerációból, tehát a munkavállalók azok lényegét tekintve csak kismértékben. Most jelenleg vita van róla, de a KSH adatait, ha használom, akkor 52%-ban autóval járnak be az emberek, és csak 48%-ban vasúton, vagy hévvel, vagy mondjuk autóbusszal. Ha kiebb megyünk, tehát hogy Székesfehérvár, Esztergom, 60, tehát ezek a nagyobb településekről minden a bejárók vannak, akkor kicsit jobb a helyzet, akkor 62%-a jár Budapestre vonattal, vagy MÁV-úttal, vagy hévvel. De ezek rossz pályán, lassú járatokkal, egy sok esetben a kötött pálya, tehát a vasút egy sín van, nincs elkerülő sínek. Tehát jelentős beruházásokat kellene végrehajtani, például, hogy legalább párhuzamos sínek legyenek, és akkor folyamatos közlekedés. Mert ma az autóval még a pöfögések ellenére, hogy ott állnak a dugóban, annak ellenére is majdnem, hogy kényelmesebb és gyorsabban él be a munkahelyére, mint a úgynevezett kötött pályán. Fölmerül a kérdés, hogy ez kinek a feladata lenne mondjuk az autóval való közlekedés megoldása? Az agglomerációs településeké vagy a fővárosé? Azt gondolom, hogy a magyar kormánynak van egy közlekedésfejlesztési stratégiája. Ez be van adva az Európai Unióhoz, hiszen a éghajlatváltozási stratégiának ez az elemi része. Azzal a programmal, amelyet egyébként a fővárossal is és az agglomerációval is nem nagyon egyeztettek, mégis azt lehet mondani, hogy egyeztetés nélkül is, tehát nem ismerik a települések érdemben is, a fővárosnál is csak egy-két szakember ismeri. Ez a program egyébként, majdnem azt kell mondjam, hogy független attól, hogy milyen kormány van most az országban, ez a program kis javításokkal elfogadható lenne, azt gondolom talán az ellenzéknek is. Alapvetően nem is lehetne átírni, hiszen az Unió ezt a programot elfogadta. Erre tulajdonképpen tudjuk azt, hogy mi az, amit finanszírozna 100%-ban, mi az, amit részfinanszírozásban, és mi az, amit nem tud elvállalni. Tehát ezek a programok, ebben benne van a vasút, benne van a hév, benne van a közúti fejlesztés, benne van a tömegközlekedés fejlesztése. Ezek az alapvető dolgok, az agglomeráció és a főváros között, hiszen a napi ingázók száma az nem fog csökkenni, hanem nőni. Mindenekelőtt azért, mert óriás a kitelepülés Budapestről az agglomerációba. Tehát ez hosszú távon is valószínűleg fönnmarad, hogy az agglomerációs ingázás az inkább, ha fölgyorsulna a kötött pályás közlekedés, kijebb tolódna, hogy akár még Miskolcról is érdemes lenne egy München környékén 200 km-ről bejárnak Münchenbe, de ott pillanatok alatt 200 km sebességhez szágoldozó vasúti járművek vannak. Ez várható esetleg Magyarországon, és akkor nem jelent, hogy semmi különleges, hogy kinek hol a lakhelye, hiszen egy jó közlekedés mellett Budapesten is dolgozhat, de ugyanakkor dolgozhat Debrecenben vagy Szegeden is egy ilyen kicsike országban. De ehhez kellene hatalmas beruházások. Ezek a beruházások nevesítve vannak, be van adva a brüsszeli költségvetéshez. A Brüsszel erre vonatkozóan nyilatkozott is, tehát már a mostani Európai Uniós költségvetésben lehetőség lenne arra, hogy az agglomeráció és a főváros ezt végrehajtsa. Hozzá kell tegyem, hogy ez az első barátkozó beszélgetés, ami holnap lesz, hogy erről a programról, ha nem is konkrétan a kormány programjáról, de egy ahhoz hasonló agglomerációs programról egyeztetett módon beszélünk. Ide meghívtuk minden településnek a vezetőit, és persze meghívtuk a kormányt is. Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a kormány képviselteti magát ezen a holnapi konferencián, ahol egyébként ők már egy elfogadott programmal rendelkeznek, és akkor elfelejtették ezt a konferenciát megtartani. Tehát úgy gondolom, hogy nagy jelentőségű, akkor is nagy jelentősége a választásnak bármilyen kimenetele lesz, hiszen érdemben erről szakemberek és politikusok nem beszélgettek.
az utóbbi években. Ha kicsit a közelebb nem megyünk el Miskolcig, hanem itt a környező településeket nézzük, Fót, Veresegyház, Dunakeszi, a kerületnek milyen kapcsolata van ezeknek a városoknak a vezetőivel? Azt gondolom a lényegi kérdés azért is, mert az agglomerációval közvetlen határos mindegyik kerületnek van egy olyan terhe, amit az agglomeráció jelent, hogy itt megépített óvodák, bölcsödék, orvosi rendelők, sok esetben a házi orvos, itt van a házi orvosa, de a településen él az illető, részben azért, mert innen költözött ki, és házi orvos az bizalmi kérdés is nem cserélte le. Tehát a kerületek biztosítják a kerületi költségen az infrastruktúrális szolgáltatásokat, és nem kell ott megépíteni bölcsődét, óvodát olyan mennyiségben, mint amennyien vannak a lakosság. A terhei itt vannak nálunk, ugyanakkor az adófizetést, a bevételt pedig a település élvezi. Hát ezek a feszültségek mindegyik határos kerületnél megvannak. És ezekre megoldást találni, nyilván ez a konferencia is segíteni fog, ezek hosszú távú dolgok, de ezek azok a dolgok, amiket így a modern világban most már muszáj megoldani, és muszáj lépni. Ugye ezt jól látjuk. Így van, mert ennek a rendezetlenségek költségekben is megjelenik, tehát mi úgy adunk szolgáltatásokat, például a kék autóbusz kijár ezekre a településekre. Ennek az autóbusznak megvásárlása a főváros költségvetése. Ennek a javítása, szervizelése, a teljes üzemeltetési költség itt van, és valamilyen jelképes dologban, amit hiszem nincs jogszabályi szabályra, hogy ennyit köteles vagy fizetni egy-egy utas után, hanem alkudoznak és valamit fizet az agglomeráció. Ezt rendezni kell jogszabályilag, normatív módon, tehát nem szubjektíve. És ugyanez igaz, hogy a szennyvíztisztító bejön a fővárosi szennyvíztisztítóra, az ő szennyvízüket itt takarítják, ugyanakkor a vízszolgáltatásban ugyanezek az érvek vannak, hogy fővárosi tulajdonú vállalatok biztosítják a jó minőségű ivóvizet. Ezek rendezetlen ügyek, agglomeráció és főváros köt, és az nem csak az elmúlt 10 évben, hanem sokkal korábban elkezdődött, és ilyen se jogszabály nem kényszerít senkit, se a korrekt üzleti partnerség, vagy az agglomerációs program. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos lesz. Ehhez hasonló egyébként számos eset van, ilyen az útjavítás kérdése, hiszen az a 400 ezer autó, aki ma minden nap itt az utakat tapossa, az fordítva a fővárosok nem járják ezeket a településeket, tehát az útjavítás költsége ugyanígy fölmerül, és ugyanakkor szedi az állam a 5000 forintos megyei autópályadíjat, illetve most már megemelték ezt 5000 forintot, de ezeknek az autópályadíjaknak a költségeit ugyanúgy fizeti az agglomeráció, azért, hogy bejön, és ha mi el akarjuk hagyni a várost, nekünk is 5000 forintba kerül, hogy elhagyhatjuk a várost. Rendezetlen ügyek egész sora van, először lesz egy ilyen szembesítés arról, hogy hogyan tud egymás mellett egy világváros és az agglomeráció együttműködni. Akkor ennek látszik, hogy itt volt már az ideje, hogy ezzel foglalkozni kell. Képviselő, mit gondol, ezeket mennyi idő lehet megoldani, milyen távlatokba kell gondolkodni? 20-30 éves elmaradás minimális, de azt kell mondjam, már 72 évvel ezelőtt, amikor Nagy-Budapest létrejött, már elkezdődött a torlódni a feladat, és részben ilyen spontán együttműködések alakultak ki, például a Budapest hulladékának elhelyezése, az Pusztazámorban, agglomerációban van elhelyezve, vagy a Budapesten keletkezett szennyvíziszap, szintén az agglomerációban, Csömörön van elhelyezve, de csak kevés ilyen példát tudunk mondani, amikor Budapest is valamit élvez abból, hogy az agglomeráció enged. Tehát be vagyunk szorítva, szinte a város a fejlett agglomeráció van körülöttünk, de az agglomeráció az csak élni akar a városból. Ezt egy budapesti mondja, mert egy gödöllői polgármestert kérdeznénk meg, valószínűleg egy kicsit másképp válaszolná meg is. Azt hiszem, a lokál patriotizmus, az minden polgármesterből beszélne. Annó, amikor én is polgármester voltam, ugyanezt mondtam el különböző ilyen önkormányzati értekezleteken, de hát akkor csak lövöldözés volt egymásra. Most konkrétan
szakmai érvekkel szeretnénk ezt megoldani hosszú távra. Sok évtized kell hozzá. Köszönjük szépen Hajdú László országgyűlési képviselőnek, és köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk ezekhez a tárgyalásokhoz. Nézőknek meg köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra találkozunk, viszontlátásra!